Látványosan halad a vásárhelyi adakozásból megvalósuló új mezővári óvoda építése. A falak egy jó része már áll. Ha minden a tervek szerint alakul, akkor szeptemberben a vadonatúj intézményben kezdhetik a nevelési évet a kárpátaljai település óvodásai. Tavaly decemberben rakták le a mezővári óvoda alapkövét, majd rögtön látványos építkezés követte a hódmezővásárhelyi közadakozásból is támogatott beruházást. Az intézmény leendő falai már körvonalazódnak. A munka ütemrend szerint alakul. A tervek szerint a kárpátaljai település óvodásai szeptemberben itt kezdhetik az új nevelési évet. Jelen pillanatban a födémszerkezetnek a felhelyezése már megtörtént, megérkeztek a faanyagok a tetőszerkezethez, most már a felületképzések, illetve a nyílászárók behelyezése lesz a következő lépés. Engem rendszeresen tájékoztat a projektmenedzsere, és arról nyugtatott meg, hogy ezek az ütemek ütem fenntartható, akkor ősszel működésbe léphet az új óvoda, átveti a régi óvoda helyét. A majdani négy csoportos óvoda akár 100 gyermek elhelyezésére lesz alkalmas. Egy teljesen megújult környezetben lesz kialakítva az épület, amely az iskolával közös területen kap helyet. Az új létesítmény ráadásul a korábbitól sokkal fenntarthatóbb lesz hosszú távon. A mezővári óvoda teljes bekerülési költsége 150 millió forint, ebből 42 millió forintot hódmezővásárhelyi magánszemélyek, cégek, vállalkozások adományoztak a nemes cél érdekében. Utóbbit tavasszal utalta át az önkormányzat a Kárpátaljai Református Egyháznak az építkezés jelenlegi szakaszának finanszírozására. Ezen felül több hódmezővásárhelyi vállalkozás építőanyaggal és saját munkájával is segíti a beruházást.